Miről szokom múlt a Veszprém kiesése a BL-ben és a magyar női kézilabda válogatott győzelme hazai pályán EB-selejtezőn? Előbbi a spanyol Ademar León ellen hiába nyert 2 góllal, 56-55-ös összesítéssel mégis kiesett. Utóbbi 2 gólos győzelme pedig pont elég volt a bravúrhoz, sőt a látottak alapján még sok is. A hét meccse természetesen a Nyíregyházán lejátszott találkozó lett, a visszavágóra ugyanis jobb nem is gondolni, mivel Trierben 26-18-ra nyertek a németek. Lányok, kell az az 1 gól! Bulat, 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 gól! A 7 kudarca címre 2 csapat is bejelentkezett hétvégén a magyar férfi bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában. A Tatabányáról és a Balatonfüredről van szó. Hogy csak nálunk buktak-e meg, az még a jövő zenéje. Egy viszont biztos, hétvégi teljesítményük alapján egyik sem érdemli meg, hogy éremért játszon. Én leginkább arra vagyok kíváncsi, miért nem lehetett kötelezni a Holt versenyben érintett csapatokat, hogy az utolsó fordulóban egy időben játsszák le a mérkőzéseiket. A hét bravúrja természetesen a Kecskeméti és a Pécsi. Mindkét csapat tulajdonképpen izgalommentes végjátékban egyaránt 4-4 góllal győzött. Papíron sokkal esélyesebb vetétársa ellen. Előbbi a Füredet otthon, utóbbi a Bányászt idegenben verte. 7 embere címből is túlkínálat van, így előbb a 7 állata díjat osszuk ki, a Nyíregyházi Állatpark 5 éves oroszlán fókájának Leonnak. Leon profi az udvarlásban, ugyanis végig puszilta a teljes magyar női kézilabda válogatottat. Emiatt irigykedek is rá rendesen, de a csajokra is, mert picikorom óta magasan a fóka a kedvenc állatom. A 7 embere vagy emberei amúgy azok, akik 18,5-szeres pénzt kasszíroztak a fogadó irodákban azzal, hogy nagy tételben fogadtak a Pécsre a Tatabánya elleni mérkőzésen. Ha a pályán nyújtott teljesítményt nézem és a szívemre teszem a kezem, akkor a magyar-német alapján a 11 gólos Nadja Nadgornájának kéne ítélni a díjat. Én viszont inkább Herr Orsolyát nevezem meg a 7 emberének. Külön díjat érdemel a Buszacsa kapufája, leginkább a Nyíregyházi Bújtosi Szabadidő Központ baloldali keresztéce. Erről a kapufáról ugyanis leginkább kifelé pattantak a labdák, de ha nem, abból sem lett baj. Ne ismétlődjön meg Augsburg, Zitzerben! Nincs bent! Megnézzük, de ha bent volt, akkor gyorsan el is felejtjük, hogy láttuk. Ójaj, nem láttunk semmit, gyorsan kérem a kollégákat, hogy ezt ne is mutassák tovább.